Tamásiban, Szent István királyunkhoz és az új kenyérhez kapcsolódó ünnepen sokan gyűltek össze a rendezvénytéren, ahol a település polgármestere beszédében hangsúlyozta, hogy állami létünk gyökerei is első királyunkhoz köthetőek. Szent István korában a haza és a nemzet fogalmát a mai értelemben még nem ismerték, de állami létünk gyökerei első királyunkhoz köthetők. Nagyon lényeges, hogy az alapokkal tisztában legyünk, mert Szent István a magyar történelem legnagyobb, legjelentősebb uralkodója, az első magyar király volt. Minden túlzás nélkül állíthatjuk, első királyunk nélkül most 2022. augusztus 20-án nem állnánk itt, mert nem lenne olyan nép, olyan nemzet, hogy magyar, olyan ország, hogy Magyarország. Az első király számos olyan alkotása, mint a megyék és az egyházmegyék ma is él. A legnagyobb horderejűnek mind a mellett kétségkívül az a döntése bizonyult, amellyel a kereszténység felvétele során a római egyházhoz csatlakozott. Magyarország ennek folytán maradt, máig latin írású és műveltségű ország, mindazokkal az alig számba vehető kulturális és politikai előnyökkel, amelyek ebből adottak. Szent István volt az, aki először felismerte, hogy akkor tud Magyarország erős, sikeres és független lenni, ha a nyugati értékek és kapcsolatok elsődlegessége mellett békés viszonyt ápol a kelettel, és lehetőleg távol tartja azt határainktól. Szent István utódai közül azok voltak igazán nagy uralkodók, vagy kiemelkedő államférfiak, akik követni tudták ezt a külpolitikai irányvonalat. A mi dolgunk pedig itt Tamásiban, hogy a legjobb tudásunk szerint tegyük a dolgunkat. Mert ez a város a mi otthonunk, amely értelmet ad létezésünknek. Azt kívánom, hogy a jövőben is legyen elég hitünk és erőnk. Erőt is, hitet is, pedig leginkább államalapító királyunk tetteiből meríthetünk. Ez a hit és erő tette lehetővé, hogy a magyar állam, majd később a magyar nemzet megszülessen, harcai és áldozatai közepette újra és újra felállva megmaradjon, erősödjön, jövőt építsen. A hagyomány szerint az aratás után Szent István napra sütötték az új búzából készült első kenyeret, így államalapító királyunk emlékét megelevenítő gondolatok után a kenyér megáldására került a sor. Urunk Jézus Krisztus, Te vagy az angyalok eledele és az örök élet kenyere. Kérünk, áld meg ezt a kenyeret, mint ahogyan a pusztában az öt árpa kenyeret megáldottad. Add, hogy aki ebből eszik, testének erőt, lelkének üdvösséget nyerjen belőle általad, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. A kenyérszentelést követően a kapos koppány menti viseletbe öltözött Pántlika Néptánc együttes tagjai kínálták körbe a kenyeret a jelenlévőknek. Az ünnep alkalmából műsorral is készültek a tánc együttes tagjai. Az augusztus 20-ai estét a medinai tambura zenekar koncertje zárta Tamásiban.